Az adóhivatal április 7-ig csak nem 66 ezer olyan magánszemély adatát adta át a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek, akik úgy halmoztak fel hat havi tartozást, hogy jellemzően még csak a fizetés könnyítési igényüket se jelezték. Pedig a Nemzeti Adó és Vámhivatal rendkívül méltányosan jár el járulékügyben. Az érvénytelenített kártya pedig azt jelenti, az érintetnek nem jár az ingyenes egészségügyi ellátás. Most azonban hivatalossá vált az oltásra és a favipiravir gyógyszer jogosultak azok is, akik nem rendelkeznek érvényes tajszámmal.